Hány éve visszatérő vendégek is? 50 éve körülbelül, meg hát úgyis összevágják, ahogy vágják. Mindegy, de nagyon-nagyon ez a csoda. És ott a csónakázótónál ott szoktunk évekig. Ott a fiam, csodás mérnök, gyerek 40-en túl van. Mindegy, most fog haragudni rám, hogy beszélek. De itt tanult úszni, hát olyan 4 éves volt körülbelül, ott hátul volt a kis medence, ott tanult úszni a fiam, és ő is jön, a 2 nagylány. Már érettségiző unokám van, 2 lány, és még volt, hogy karácsonytájt itt voltak, például szünetbe eljöttek. Ők is nagyon szeretik, és mi is. És én meg reklámozom mindenkinek, vonattal jövök Budapestről, és tegnap is szíriai fiatalokkal utaztam, és reklámoztam, hogy Hajdúszoboszló a világ. Nagyon sokat voltam Harkányba, Balaton, Fertő gyógyhelyekre, mert papa balesete miatt mentünk mindig, és úgy kerültünk ide sokszor. Hát ő 20 éves volt a nagy balesete. Visszajárok, hát ha tudok, akkor 3 hetente azért lejövök. Most hoztam a nyarat, és fogok jönni, ahogy csak tudok. Mindenképpen nagyon kell, én igyekszem fit maradni meg egyáltalán, mert ez nagyon kell, és a legjobb víz itt van, meg az emberek, én imádom ezt. Hány fokos lehet ez a víz? Hát ez olyan 30 fokos, úszómedencének hívják, de azért óvatosan lehet benne úszni, és mert aránylag az úszáshoz egy picit meleg. És mit szólnak ehhez az időhöz? Hát ez váratlanul ért bennünket, igazából mi se terveztük azt, hogy itt vagyunk, de végül is ráhúztunk egy napot, és sikerül élvezni ezt a gyönyörű időt. Emlékszik rá, hogy volt-e már ilyen tavasz, ilyen fantasztikus időjárás? Hát mostanában nem volt, főleg a Covid miatt nem voltak szép tavaszaink, de ezt az ideit ki kell használni. Mivel telik itt a nap? Mi a legjobb a napban? Hát a napban a legjobb a víz. Ez egy termálvíz, vagy gyógyvíz, ezért járunk mi is ide. Ebben lubickolunk, és élvezzük a napot. Mit szólnak ehhez a jó időhöz? Felváltva mondom majd, jó? Nagyon jó idő lett. Március 15-én szinte télbe érkeztünk, 2 hétig vagyunk itt, és napról napra javul az idő. Mi a fő elfoglaltság így Hajdúszoboszlón ilyen időben? A legtöbbet a fürdőben töltünk, esténként szoktunk sétálni. Én az unokatestvéremmel szoktam jönni, mert neki van 2 hetes üdülési joga, 2 hét a sziasztában. Szólnak ehhez a jó időhöz? Hát már nagyon vártuk, mert én nagyon szeretek gombázni, és alig várom már, hogy nőjenek a gombák. És hogy jön a jó idő, egy kis eső még azért jó lenne. Meg pihenni lehet, sétálgatni mi. Délelőttönként elmegyünk sétálni, mert este még nincs akkora élet itt, mint szokott lenni, de az szenzációs. Többször járunk egy évbe ide az Aqua szállóba. Nagyon szeretjük családostól. Most éppen csak 2-ecskén, mert a barátaink lebetegedtek, úgyhogy de azért mi eljöttünk kicsit pihenni. Na, nem tudom, 10 éve biztos. Mit szól ehhez a fantasztikus időhöz? Ez ajándék nekünk, így kora tavasszal. Remélem nyáron is ilyen jó idő lesz még. Biztos, hogy ajándék ez. Mivel lehet itt az időt mulatni Hajdúszoboszlón ilyen időben? Ilyen időben hát első a fürdő, a wellnessezés, a kezelések, a délutáni séták, múzeumok vannak, amit meg lehet nézni. Maga a város is szép, igaz, még a virágokat nem ültették ki, de napról napra szebb lesz a város is. Tehát mindenki megtalálja itt a szórakozási lehetőséget.